Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2020. július 27-én, este 7:30-kor. Rendkívüli testületi ülés volt ma reggel. Két napirendet tárgyaltak a városvezetők. Járműveket áldottak meg Kalocsán, motorok, autók, kerékpárok sorakoztak a Szent István király templom előtt. Nyári véradások, Kalocsán és környékén nem tapasztalható nagy visszaesés. Rendkívüli testületi ülésre került sor ma, azaz július 27-én reggel. A városvezetők mindössze kettő napirendi pont javaslatait tárgyalták meg, köztük az önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések 2020 elnevezésű pályázat korábban meghozott határozatának módosítását. Július 27-én hétfőn rendkívüli testületi üléssel indult a hét a Városházán. A grémium különböző pályázatokkal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalása miatt gyűlt össze. Elsőként az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020 elnevezésű pályázathoz tartozó javaslatról dönthettek a városvezetők. A 74/2020 határozatot kell módosítani. Ugye ezt az elmúlt képviselőtestület ülésen tárgyaltuk a Kubinszki utca felújításáról, mintegy 40 millió forint összegű támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat. A Magyar Államkincstárral történt egyeztetés során szükséges, hogy a korábbi határozatot módosítsuk, mégpedig itt az önerővállalás vonatkozásában, és már most a 2020 évi költségvetésünkben nyertes pályázat esetére 508 ezer forintot kell vállalnunk, 2021-es évre pedig 12 millió 774 739 forintot. Erről szól ez a határozati módosítás. A képviselő testület egyhangulag támogatta az előterjesztésben szereplő javaslatot. Sikeres pályázat esetén egyébként a kalocsai Kubinszki utca útburkolatának felújítása történhet majd meg, összesen több mint 50 millió forintos beruházás keretében. A képviselő testületi ülés napirendi pontok megvitatását követő részét a mai híradónk után láthatják. Most is volt első véradó a közösségi házban megtartott véradáson. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös nyári kampányban hívja fel a figyelmet arra, hogy ebben az időszakban is fontos a megjelenés. A nyári hónapokban sok helyen visszaesés tapasztalható. Szerencsére Kalocsán és környékén ilyenkor is 20-30 véradó jelenik meg egy-egy helyen. Alkalomból van bőven, hiszen a munkahelyi véradások helyett ilyen véradásokkal várják az önkénteseket. Én ezt örömmel mondhatom, hogy nem igazán szokott visszaesni, mert hála Istennek, amellett, hogy ugye szabadságaikat töltik a kedves dolgozók, a kedves lakosok, amelyek mindig sort is kerítenek arra. Tehát amennyi visszaesés lenne, azt mindig kompenzálja pont az a jelentkezési szám, ami annak köszönhető, hogy a szabad idejében valaki ezt meg tudja tenni, és el tud jönni véradásra. A tavaszi időszakban a középiskolás véradások is elmaradtak. A fiatalok azonban nem. A járvány időszakban, amikor otthon kellett tartózkodni a diákoknak, bizony ezeken a helyszíneken meg eljöttek és megjelentek, akár Dusnokon, akár Dunapatajon, Gédellakon. Tehát nagyon, nagyon ügyesen követték ezeket a helyszíneket, és sort kerítettek erre. És én boldogan látom, hogy most is, jelen esetben is van erre példa, ahol édesanyját kísérte el a 18. életévét betöltött kedves fiatal, és ugye már nem először teszi, mert ugye középiskolában korábban adott ő már vért, de most együtt teszik meg ezt a nemes dolgot, sőt, tovább megyek. Itt a közösségi oldalakon történő figyelemfelhívásoknak köszönhetően is van ismét egy olyan kedves első véradónk, aki meglátta ezt a fölhívást, és bizony a barátai közt gyorsan csinált egy közvéleménykutatást, hogy ki az, aki jönne, és már is itt vannak, megjelennek. Dobos Evelin, Péter Fibori, Pikali Gerda, Freddy és Pindrok Csaba állt az idei kampány mellé, hiszen egy értesítést kapni a vér felhasználásáról ugyanolyan jó érzés, mint az előadások végén felhangzó taps. Pontosan ehhez kötődően vannak a jutalmak is kitalálva, hiszen 3x2 személyes wellness hétvégét lehet eltölteni, kerül kisorsolásra, vagy színházjegy, vagy éppen egy szűrővizsgálat. Nagyon egyszerű ennek a menete. Nem kell semmi más tenni, azzal, hogy valaki eljön a véradásra és regisztrálásra kerül, már megtörténik, bekerül a rendszerben, és a nyár végén kisorsolásra kerül.
több mint 50 millió forint kiegészítő támogatásban részesült városunk. Erről dr. Filvi Géza polgármester számolt be közösségi oldalán. Egy újabb 50,5 millió forintos kormányzati támogatásról tudom beszámolni. Így számolt be közösségi oldalán dr. Filvi Géza polgármester az újabb támogatásról. Néhány napja Font Sándor országgyűlési képviselővel és Boromisza Viktorral a város üzemeltetési és fejlesztési osztály vezetőjével közös sajtótájékoztató keretében jelentették be kormányzati támogatásban részesült városunk, ahol 138 millió forintot ítéltek oda Kalocsának. Ebből a város új óvodája épülhet fel. Most újabb összeggel gyarapodik Kalocsa, ugyanis most 50,5 millió forint többlet támogatásban részesült önkormányzatunk. A 305/2020 kormányrendelet, illetve kincstári elektronikus rendszer adatai alapján Kalocsa város önkormányzata 50.478.199 forint összegű kiegészítő támogatásban részesült. 2020 évben a kötelező béremelések miatt a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosított a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bér minimum 2020. január 1-től történő emelésének kompenzálásaként. Járműveket áldott meg dr. Mészáros István atya vasárnap két misét követően is. Így kérték Szent Kristóf az utazók védőszentjének közbenjárását. Atyának hívnak, Szent Léleknek áldása, szálljon le rá, s maradjon rajta. Kétkerekű és négykerekű járműveket hintett meg szentelt vízzel dr. Mészáros István atya, amikor televíziónk ott járt. A délutáni szentmisén sokan vettek részt, így a Szent István király templom előtti parkoló és a biciklitároló is megtelt autókkal, motorokkal, kerékpárokkal. A közlekedésben résztvevők Szent Kristóf napjához legközelebb eső vasárnapon tehetnek így Kalocsán már évek óta. Kristóf azon szentek sorába tartozik, akinek a létezését történetileg nem lehet egyértelműen igazolni, mégis oly nagy tiszteletnek örvend, hogy etéren igen sok történetileg bizonyíthatóan létezett szentnek fölötte áll. Az utasok, a vándorok, a hajósok védőszentje, a 14 segítő szent egyike. A népies vallásosság talán legnépszerűbb alakja, akinek képe ma is sok autóban vagy kulcstartón előfordul. Egyre népszerűbb ez a szokás itt Kalocsán. Volt már esztendő, amikor motorcsónakot, rendőrautót, babakocsit is lehetett látni a felsorakozott járművek között. Most inkább azok voltak túlsúlyban, amik használatával a mindennapjainkat könnyíthetjük meg, legyen az egy autó, bicikli, vagy éppen egy járás segítő bot az egyik idősnél, és egy olyan autó, aminek kisgazdája talán okosabban fog majd közlekedni évek múlva, mint most néhányan, olykor másokat veszélyeztetve az utakon. Egy pályázatnak köszönhetően két sárkányhajóval gazdagodik a város. Az első hajó már megérkezett Kalocsára, melyet a Gerilla Kertész Egyesület tagjai már munkába is állítottak. A hajóknak köszönhetően iskolai osztályok, baráti társaságok, munkahelyi kollektívák evezhetnek majd együtt a kalocsai vajason ingyenesen. Így érkezett meg az első sárkányhajó Kalocsára. Bár az időjárás rossz volt, a boldogság annál nagyobb, ugyanis ez az első saját tulajdonú sárkány hajója a Gerilla Kertész Egyesületnek. Egy pályázaton szerepeltek sikeresen, melynek köszönhetően két hajóval gyarapodik a kalocsai vízisport élet. Az első a napokban érkezett meg városunkba, melyet az egyesületi tagok már ki is próbáltak. Kalocsa városa 250 millió forintot nyert, ugye 500 milliót pályáztunk meg annak idején, megalakult a helyi akciócsoport, és úgy döntött a közvéleménykutatás, a HACS, hogy a kulcsprojekt a Damjanich utcában épülő, azóta D7-nek nevezett szabadidősház, vízparti közösségi ház, és ugye mi alpályázat keretében a Gerilla Kertész Egyesület 17,5 millió forintra pályáztunk, amelyben a vízparti közösségi házhoz kapcsolódó eszközök kerültek megvásárlásra. Nevezetesen két darab 11 személyes sárkányhajó teljes felszereléssel, még egyéb kiegészítő eszközök. A fűben hever a sárkányfej, mellette a dob, rajta az ütőkkel. Ezek is a csónakokba kerülnek a használatkor.
Mindezeken túl evező lapátokat és mentő mellényeket is be tudtak szerezni a pályázatnak köszönhetően. A tarton pihen a nagy sárkányhajó. A párja a hetekben érkezik Kalocsára. A második hajó már Budapesten van. Én bízom benne, hogy 2 hét múlva, ahogy a következő előleget le tudjuk hívni. Az elszámolásunk megtörtént, fel van töltve az irányítóhatóság honlapjára. Én bízom benne, hogy a következő előleg jövő héten a számlánkra kerül. Abból ki tudjuk fizetni a sárkányhajót. Viszont van egy kis csintalanság a dologban, tehát egy szállítás volt bekalkulálva. Azt most kilőttük, úgyhogy a következő sárkányhajó lábon fog érkezni városunkba. A gerilla kertészek már alig várják, hogy a római parton a cégnek a székhelyén, ahonnét vettük, beüljünk, beszálljunk, és a Dunán 3 nap alatt fogunk vele lejönni Meszes Dunapartra. A hajókat minden kalocsai lakos ingyenesen használhatja majd. Erre a tervek szerint szombat délutánonként nyílik majd lehetőség, melyhez 10-11 fős csapatok és előzetes egyeztetés időpontfoglalás szükséges. A hajókkal továbbá nagyobb kalocsai rendezvényeken is találkozhatunk majd a jövőben. Az egyik rendezvény a májusi sárkányhajó bajnokság lett volna, amelyet, hogyha a pályázatot meg tudjuk valósítani, addig itt vannak a sárkányok, akkor teljes mértékig a Gerilla Kertész Egyesület rendezett volna. Hát hasonlóra kell gondolni, mint ami szokott lenni a városban, csak megspékelve nagyon sok pénzt fogunk tudni áldozni a 2021-es sárkányhajó bajnokságra. A másik program az pedig egy augusztus 20-a körül, attól függ, hogy jövő évben hogy jön ki, tehát 20-21 vagy 19, egy kétnapos sárkányhajó kajakkenu bajnokság. Ez ilyen házi verseny, amelyet az egyesületünk rendez kint a Kubikus Parkban. Továbbá kisebb baráti versenyeket, házi kupákat is terveznek majd tartani. Az evezésre szombaton délutánonként lesz lehetőség ingyenesen. A hétvégén a Magyar Kupa első fordulójával kezdi a menetelést Kohány Balázs együttese. Azonban a megyei bajnokság rajtjáig sem kell már sokat várni, hiszen ott augusztus 23-án lép majd pályára a Kalocsai Futballklub csapata. Az edzőmeccsek után most már az éles összecsapásokra készülnek Kohány Balázsék. Az edző bizakodva tekint az új szezonra, hiszen hosszú idő után most végre megfelelő keret áll rendelkezésre a klubnál. Sikerült erősítenünk, ráadásul a kiszemelt játékosokat sikerült idehozni, úgy gondolom ez egy komoly dolog. Bízom benne, hogy mindenki bizonyítani is fogja azt, hogy miért került ide, és azt gondolom, hogy pozitívan állhatunk neki a szezonnak. A sérültek közül is lesz olyan, aki ismét visszatér majd a pályára, de sajnos akad olyan is, akinek az őszi szezonban már nem szurkolhatnak a nézők. Van olyan sérültünk, aki nem is fog már a Melher Martin személyében, őre térműtét várna, de nem műtötték meg. Salac Attila, ő már műtét után lábadozik, azt gondolom, hogy ő a téli felkészülésre lesz ideális állapotban. Ami pozitívum, hogy Rábóczki Richard ő felépült, ő már itt van, edz velünk. Ami negatívum, hogy a kapitányunk Vujcs Viktor, rá már nem tudunk számítani játékosként. Ő így nem vállalta, ő biztos, hogy nagyon hiányozni fog a csapatnak, megpróbáljuk őt is pótolni. Az első nagy megmérettetésre nem kell már sokat várni, hiszen most vasárnap a Magyar Kupa első fordulójában fogadjuk a Kecskemét együttesét, de már a megyei bajnokság sorsolása is megtörtént. A felkészülésünket úgy időzítjük, hogy a bajnokságra szeretnénk top formába lenni, ami ugye augusztus 23-án vasárnap kezdődik számunkra Bácsalmáson, már ezt is lehet tudni. Vasárnap pedig hazai pályámmal Kecskemét csapatát fogadjuk a kupában. Amit mondtam, én úgy próbáltam összeállítani, hogy a bajnokságra legyünk top állapotban. Nem biztos, hogy jó ez így, hogy ennyi idő van a kettő között, a kupa és a bajnokság között, de mindenképpen azt próbáljuk elérni, hogy minél jobb állapotban legyen a csapat. A megyei bajnokság első hazai fordulóját augusztus 30-án a Tiszakécske ellen játsszák majd Kohány Balázsék. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. Ne feledjék, híradónk után a mai testületi ülésről készült összeállításunkat tekinthetik meg. Viszontlátásra!